Meghökkentő történetek, ahogy a krónikások látták. A világtörténelem egyik legszemtelenebb pénzhamisítója, William Charoner, szegény családban született, de hamisító karrierje révén jelentős vagyont és befolyást szerzett. Kezdetben kisértékű, ezüsttartalmú pénzérméket hamisított, de hamar átállt az aranytartalmak hamisítására, és nem vetette meg a bankjegyeket sem. Ekkortájt rendkívül elterjedt volt a pénzhamisítás, pedig felségárulásnak számított, és halálbüntetés járt érte. A parlament ezt szerette volna felszámolni, ezért választotta Newtont a pénzverde főfelügyelőjének. Charoner több pénzverő bandának is a tagja volt, amelyek egyrészt kisebb ezüsttartalommal, másrészt aranyozott ginivel dolgoztak. 1692. decemberében Charoner a királyi pénzverdét vette célba. Röpiratokat adott ki a valuta problémáiról, és olyan terveket mutatott be, amelyek ezeket a problémákat megoldják. Ötlete felkeltette Charles Mordaunt figyelmét, aki harmadik Vilmos egyik régebbi kegyence volt. Így Charoner megjelenhetett a titkos tanácselőt, és bemutathatta a terveit. A bemutatkozása nem sikerült, mert a pénzverde saját hatáskörben vizsgálatot rendelt el, és Charoner nem került vezető pozícióba, sőt, vizsgálatot indítottak ellene is. Terveivel saját maga ellen is vallott, mert számtalan piti bűnöző őt is megnevezte hamisítóként, így 1696. januárjában Newgate börtönébe került. Január 13-án Lord Montagu-hoz fordult, így kiengedték, majd február 3-án vallomást tett a pénzverde ügyeiről. Ebben az ott dolgozókat vádolta meg a hamisítással, és saját magát javasolta, mint aki felügyeli mindezt, így belekóstolt Newtonba is, aki ekkor ott már főfelügyelőként dolgozott. Ezt nagyon nem kellett volna. Március 26-án a tanács arra jutott, hogy neki is részt kellett venni a hamisításban, így rab maradt. Végül megvesztegetett néhány tanút, és 7 hét múlva szabadon engedték. Charoner következő célpontja még az előző nyomozás közben az 1694-ben alapított Bank of England volt. A bank 1695. júniusában vezette be az új 100 fontos bankjegyet, amelyet a hamisítás megakadályozása érdekében márványpapírra nyomtak. Ez az összeg egy munkás 5 évi bérét jelentette. Charoner nagy mennyiségű üres márványpapírt szerzett, és ő maga kezdett hamis bankjegyeket készíteni. Az első hamisítást már 1695. augusztus 14-én felfedezték, alig 2 hónappal a bevezetés után. Charoner azonban végül elintézte, hogy a nyomdást tették felelőssé mindenért. Ő maga, mivel felfedezte a csalást, még 200 fontnyi jutalmat is kapott a banktól, ráadásul a hamisítás miatti összes nyerességét is megtarthatta. Ebben persze közrejátszott az is, hogy a bankjegy hamisítást csak 1697-től büntette a törvény. Ennek nyomán egyik tanítványát, Aubrey Price-t 1698. június 22-én végül felakasztották. 1698-ban Charonernek újabb ötletet elmadt. Ennek alapján más nyomtatványokat, például lottós sorsjegyeket kezdett el hamisítani, azonban társai elárulták, és október 6-án letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Végül október legvégén fogták el. Ő persze rögtön a többieket vádolta meg, Newton azonban ekkor már hónapokon keresztül gyűjtötte és rendszerezte a bizonyítékokat, és végül az első tárgyaláson 1699. március 3-án 8 olyan tanút állított ki, akik Charoner teljes pályafutását bemutatták. Charoner őrültnek tetette magát, de a tanúk meghallgatása után az esküdtség pár perc alatt a döntésre jutott, és másnap már el is ítélték. Charoner a következő 2 hétben számtalan levelet írt, agresszív, könyörgő vagy vádaskodó formában, de egyikre sem válaszoltak.
Végül 1699. március 22-én felakasztották azt az embert, aki a királyi pénzverdét és a bánkafémlatot akarta hamisításra használni, de végül egy lottószervény okozta a vesztét. Ha tetszett, és szeretnél újabb meghökkentő történeteket, iratkozz fel!